Dől az akácfa, a következő napokban pedig a vastagabb törzsű tölgyek is eltűnek a sóstói erdő egy részéről. A hét közepén az erdei tornapálya játszótere mögött kezdtek fakitermelési munkálatokba a nyírerdő munkatársai. A következő 3-4 hétben itt, valamint a Tölgyes utcától délre fekvő területen dolgoznak majd a gépek és a szakemberek. Ezeknek a fáknak a nagy része szinte már teljesen kiszáradt, több évtizede vágás érettek, így a baleset veszély elkerülése érdekében is fontos az erdőrészek felújítása. Ez a fakitermelési munka a korábbi évekhez hasonló indokból kezdődött el. Gyakorlatilag a sóstói parkerdő, sóstói erdő igen idős állományai, gyakorlatilag a biológiai vágás érettségi korukat is meghaladták. Nem halogatható ezeknek a felújítása. Hát ez a fakitermelés igazából az erdőfajítás megelőző munkaművelet. Ez a konkrét erdőrészet nem egészen egy hektár itt a erdei tornapálya mellett. Egy 150-160 éves tölgyfákból álló erdő, amiben 60-70 éves akácok foglalnak helyet. Természetvédelmi és parkerdei megfontolások miatt kis lépésekkel haladnak a munkálatok, ráadásul rengeteg utómunka vár még a szakemberekre. A méretre vágott akác és tölgyfákat koruk és méretük szerint használják fel, a kitermelt területet pedig még a tavasz megkezdése előtt újra telepítik. A fakitermelés során kikerülő faanyag felkészítése kerül, nagyon nagy része tűzifa a minőségi, tehát a minőségi romlás miatt értékesítésre fog kerülni. A most induló szociális tűzifában fog valószínűleg értékesülni. A keletkező kevés ipari fát egyrészt saját fafeldolgozó üzemünkbe feldolgozzuk, illetve szintén értékesítésre kerül. A fakitermelés befejezését követően egy vágástakarítást fogunk elvégezni, ahol a visszamaradó vágástéri hulladékot elszállítjuk, ledaráljuk itt a helyszínen. Ezt követően pedig talajelégészítési munkák fognak következni, majd tavaszig mindenképpen az erdőfelújítás fog történni. A munkálatok lezárt helyszínére tilos belépni, a következő hetekre pedig néhány séta és futó ösvényt is lezártak. A nyírerdő szakemberei fokozott odafigyelést kérnek az erdőjáróktól, különösen a gyermekekkel kilátogató szülőktől és pedagógusoktól, hiszen akár csak egy darab elszáradt, leszakadó faág is életveszélyes sérülést okozhat.